Sziasztok, GameStar Plus nézők, itt van velünk Kaci. Sziasztok! Keveset aludtam, azért alig bírtam ezt egyszerű becenevet is kimondani. Ő tesztelte a Borderlands pre-sequelt, ami hát végül is bevallottan egy kitöltő rész, amíg meg nem jön a következő. És hát ennek szellemében nagyon kíváncsi vagyok, én kicsit szkeptikus vagyok, bevallom, mert én a Borderlands 1-et játszottam utoljára, és annak a vége akkor a csodás volt, hogy én feladtam az egész Borderlands-ot. Persze nem kizárt, hogy egyszer még visszanézek, de a kettőt kihagytam, de tudom, hogy az emberek imádják, szóval félretés ne essék. Na de akkor ennek tekintetében milyen lett ez a bevallottan kitöltő rész? Hát igen, ezt sokan mondják Borderlands 2.5-nek, mert hogy ugye a 2 és a 3 közti részt tölti ki. A mások 1.5-nek hívják, mert hogy az 1-et és a 2-t köti össze sztoriban. Igazából egy kitöltő rész lett. Úgy gondolom, hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni, de alapjaiban véve nem rossz, megmaradtak a műfajbeli sajátosságok, és sok mindent sikerült kijavítaniuk, ami az előző részekben nem lett annyira jó. Történetben tud-e nyújtani valamit annak, aki nem akkor Borderlands szakértő? Tehát, hogyha ennyire ilyen bennfent a sztori, hogy egy és a kettő között, mondjuk, hogyha én leülnék vele játszani, akkor élvezném a sztorit szerinted, vagy csak így azt se tudnám, hogy ki kivel van? Én úgy gondolom, hogy azok is élvezhetik a játékot, akik egyébként nem játszottak az előző két résszel. Nyilván sokkal többet nyújt azoknak, akik ismerik a karaktereket, mert vannak visszatérő volt hunterek az első részből, ugye Handsome Jack történetét ismerjük meg, aki a második résznek a főgonosza igazából, de itt a pre-sequelben még ugye velünk van kvázi. Úgyhogy nagyon sok benne az új karakter, akiket megismerhetünk, saját történetük van, amit a nulláról épít fel a játék, úgyhogy azoknak is abszolút egy jó játék szerintem, akik csak most ismerkednek a sorozattal, viszont azoknak, akik pedig bennfentesek, azoknak rengeteg extrát plusz nyújt. Grafikai fejlődésről lehet beszélni, vagy egyáltalán nem? Ugye ez eleve egy érdekes játék, mert ez ilyen cel-shaded játék, tehát itt eleve a képregényszerű grafika az bizonyos szempontból fura, tehát úgy értem, hogy nem feltétlenül egyértelmű, hogy most szebb vagy nem szebb. Te mit tapasztaltál, hogy ez a kitöltő, és ez arra is igaz, hogy ugyanaz az engine egy az egybe, és semmi változás azon a téren, vagy azért valamit javítottak? Hát én nem gondolom, hogy itt sokat javítottak, vagy sokat tudtak volna igazából javítani. Ugyanaz a látványvilága van, mint a Borderlands 2-nek. A cserébe sokkal jobban optimalizálták a 2-vel, ugye voltak problémák, nem annyira szerette a gyengébb gépeket. Ez viszont abszolút jól van optimalizálva, egy közepes konfigon is végig 100 FPS fölött fut a játék, úgyhogy ilyen szempontból ez grafikai fejlődésnek tekinthető szerintem. Ugye elmondtam az előbb a sírálmamat a sztorival kapcsolatban, igaz, hogy a kettőben nem tudom, hogy mennyit javítottak rajta, általában javítottak valamennyit. Itt most a sztori hány órás játékot nyújt, hogyha csak a sztorira megyünk, és utána pedig légy szíves térjék ki arra, hogy a loot az milyen, mert ez a játék azért inkább azért játszhatja magát, hogy az ember minél újabb fegyvert akar meg fejleszteni akarja magát. Szóval mennyi játékidőd van benne, és milyen a drop? Hát én olyan 20 órát raktam bele a játékba, ha csak a fő szálat akarjuk végtolni, az szerintem egy olyan 13-14 órányi játékidőt kínál, és hogy erre jönnek még rá a mellékküldetések, amikből sok van, változatosak, végre sikerült kinőni, ez is ilyen gyerekbetegsége volt a Borderlandsnek, hogy ilyen egy kaptafára készültek a mellékküldetések, most ezeken is sikerült változtatni, úgyhogy azért abszolút pluszpont jár szerintem a fejlesztőknek. A loot pedig rengeteg van most is, mint ahogy a korábbi részekben is volt, gyakorlatilag folyamatosan csak a ládákat nyitogatjuk, egy idő után már nincs is igazán értelme, mert állandóan tele leszünk lőszerrel. A kooperatív játék módban kicsit máshogy működik a dolog, ott ugyanis egyrészt nyilván mindenkinek kell a lőszer, és ugyanannyi van, mintha egyedül játszanánk, másrészt amikor egyedül játszunk, akkor ha tele van a tárunk, akkor nem tudjuk fölvenni ezeket. Kooperatív módban viszont ilyenkor is tudunk lootolni gyakorlatilag a többiek elől, szóval el tudjuk pocsékolni effektíve a lootot, ami nem annyira jó. Úgyhogy ebből a szempontból ezt nem is igazán értem, ezt a fejlesztői döntést. Fegyverekből most is közel végtelen van, nagyon sok dologban különböznek, rengeteg ilyen extra képességük van, úgyhogy gyakran fogjuk őket váltogatni, hogyha változatosan akarunk játszani. És akkor még az utolsó kérdésem, hogy a terület mennyire változatos, mert amikor itt egy picit játszottunk együtt, igaz, hogy nem sokat,
akkor én láttam ezt a holdas helyszínt, meg egy ilyen várost, nagyon sokban megváltozik, vagy pedig azért nagyjából itt tevékenykedünk végig? Hát igazából három fő helyszíne van a játéknak, ugye egyrészt az Elpis, ami Pandora holdja, itt zajlik a játéknak olyan 80%-a, ezen kívül Elpisen egy városban leszünk, majd ez egy ilyen quest hub gyakorlatilag, itt felvenni, leadni fogunk questeket, illetve a tárgyainkat cserélgetni, illetve a Hyperionon, ezen az űrállomáson fogunk még tevékenykedni. Úgyhogy ez a három helyszín van, ezek azért viszonylag változatosak, illetve az alacsony gravitáció miatt olyan helyeket is bejárhatunk, amit a korábbi részekben esetleg nem lett volna lehetőség, úgyhogy nem csak horizontális, hanem vertikális kiterjedése is van a pályáknak, és ez azért dob azért a világon. Köszönjük szépen, hát akkor nincs más hátra, a rajongók játszanak vele, és várjuk a harmadik részt, ami ugye már abszolút nezgen, elvileg az ígéretek szerint, és akkor meglátjuk, hogy milyen tud fejlődni még ez a sorozat. Hát igen, bízunk benne, hogy a harmadik részben azért még ennél is több extrát bele tudnak zsúfolni, és én drukkolok Gearboxnak, meg a 2K-nek, hogy összehozzanak egy fantasztikus harmadik részt.